Országjáró körútjának 4. állomására Székesfehérvárra is megérkezett a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara. A ma már világhírű Hungarikum minősítésű és magyar örökségdíjas zenekar a Prohászka templomban Misszió című templomi koncertsorozata keretében varázsolta el az igényes muzsika kedvelőit. A zenekar nagyon örül ennek az invitálásnak, ennek az egész programnak a megvalósításának, hiszen a Kulturális Minisztérium támogatása jött létre. És a zenekar nagyon-nagyon vallásos tulajdonképpen, és többször jártunk koncertet adni a templomban, és gondoltuk, hogy mi lenne egy koncert sorozatot adnánk országszerte. Hát ez meg is valósult, és az előrejelzések is nagyon-nagyon pozitívak voltak, hiszen nagyon várták ezt a koncert sorozatot. A zenekar Danyi Lőrinc Róbert és Lendvai Csócsi József prímások vezetésével ezúttal kivételes repertoárjuknak azt a részét hozták el, amely klasszikusokat és a hit méltóságát forrasztja egyé. Úgy választottuk programunkat, hogy szakrális része is lesz a programnak, de főként klasszikusokat fogunk játszani, Liszt, Kodály, Monti, Csárdás, ilyeneket. Tehát mindig azért megnézzük a közönségnek az összetételét, és általában úgy szoktuk összerakni a programot, de mivel templomi koncertsorozatról van szó, ezért a szakrálisnak nagyon jó helyet foglal el a sorozatban. A koncert vendégei számára kivételes élményt nyújtott a magyar és cigány kultúra cigányzenekarra hangszerelt klasszikus zene magas szintű előadásával, a fennállása óta a zene és a kultúra nagyköveteként fellépő 100 tagú koncertje, megerősítve legendájukat.